A 2017-es naptárév utolsó magyar bajnokián egy patináns párosítás 169-szer Vasas Ferencváros az Újpest stadionjában, a Szusza Ferenc stadionban. A Ferencváros a mérkőzés előtt tudta, ha pontot szerez, akkor téli első. Tomás Doll nem változtatott azon a kezdő 11-en, amelyik legyőzte a Videotont az előző fordulóban 3-1-re, pedig már Priskin eltiltása letelt, és Pedrózó és Böde is rendelkezésre állt. Mégis maradt a kezdő 11 a 4-3-3-as felállással, centerben Lovrencsics Balázzsal. A Vasas edzőjének, mielőtt Öningnek dolgát, rengeteg sérülés nehezíti. Murka, Simunek, Risztevszki, Kleisz, Király, Hangya és Kulcsár is vagy a padra sem került, vagy oda, azért odafért. Ádám Martin a védelem bal oldalán, Pavlov egyedül elől, ezúttal az 5-4-1-es felállásban, és csapata lehetséges javuló formájában bízott a Vasas mestere, hiszen a Vasas 7 mérkőzéses nyeretlenségi sorozattal várta a Ferencvárost. Leandro indítása után Pincél veszi át a labdát, és nyesi kapura! A második percben Kamenár mutat be bravúrt. Nagyon sok gólt kapott a Vasas. Ugye 35-öt, ez a második legtöbb, de nem a kapus teljesítménye miatt. Kamenár hétről hétre jól véd. Talán a Grupa Arénában a Ferencváros ellen elszenvedett 5-2-es vereség alkalmával volt egy-két olyan találat, amit bravúrral háríthatott volna. Varga beadása után ott a vezetés. Ez gyorsan ment. És megvan az első gólja Lovrencsics Balázsnak az élvonalban, aki tehát tovább élvezi a bizalmat, és a második percben befejeli a vezető gólt. Játszhatna akár Böde, akár Priskin centert, Lovrencsics Balázs maradt, Varga Rolanddal ölelkezik össze. Megszerzi tehát a Ferencváros a vezetést nagyon gyorsan a mérkőzés elején. Egy kiváló Varga Roland szöglet, és Lovrencsics Balázs egyszerűen túlugorja Burmeistert, védhetetlenül feljel a felső sarokba. 1-0 a vendégek javára, e pillanatban 3 pont előnnyel téli első a Ferencváros. Otikba. Lovrencsics Gergő testcsellel próbálkozott, de Pavlov elvitte a labdát. Pavlov, üres a másik oldal, ez jó lehetőség. És egy nagyon nagy lövés, kapufa. Gál találja el a kapufát, Remili húzza még vissza fölé. Önik tapsolja meg a támadást, Pavlov labdaszerzését, Gál lövését, és bizony érdemes lesz figyelni a lassítást, mert ez egy nagyon jó lövés. Dibusz kellett, hogy ne menjen be. Picit talán Újhegyel hozzáért a kapusta, nézzük meg. Lehet, hogy mégsem. Erről Dibusz pontosabban az Újhegye tudna csak pontos felvilágosítást adni. Minden esetre remek lövés volt. Varga Roland. Veszélyesek a beadásai. Most is egy újabb fejes. Ezt azonban védte Kamenár. Blazsics jött előre és bólintott. Benes nyesi előre a labdát, Ádám. Lovrencsics Gergő mögé fejeli, Gál tolja meg magának, és emeli középre. Pavlov fejelhet. Lecsúszott a fejéről a labda. Berec. Berec szépen, 4-5 ember között is. Remili lő, nagy lövés, Dibusz. Nagyszerű lövés, remek védés. Dibusz nyújtózkodott. Minden Vasas játékos hátra jött. Varga Roland kapu felé, Kamenár. Hozzáért a kapus. Nézzük meg. Rácsavarta. Dibusz üti el. Burmeister éri még el a túloldalon. Erec emeli középre, Pavlov veszi le a labdát, és lövi az oldalhálóba. Ez óriási helyzet volt. Ferencvárosi védelem egy része kifutott, a másik része nem. Szpirovszki benn maradt. Pincil. Pincil. Ellövi. Kamenár!
örgött a labda, mint az R betű. Pattant. Gorieran. Gorieran. Lovrencsics kéri a bal oldalon. Gorieran most adja. Lovrencsics, Balázs lő. Kamenár. Gorieran jól ugratta ki Lovrencsics Balázst, aki talán még beljebb is vihette volna. Nem ballal, hanem inkább jobbal. Megnyújtja. Így lett jó Szivacskinak. Szivacski, még mindig az övé. Szivacski, ott hagyja inkább Gál. Gál lő ballal, Dibusz. Itt van Szivacski, majd Gál. Péncil. És Péncil átnyomja a másik oldalra. Gorieran, Kamenár késésbe. Gorieran. És Gorieran fogja rugni az ősz utolsó gólját. 92. perc, kitámadott a Vasas, Péncil átrugta, Kamenár pedig nem merte elütni Gorieránt egy piros lapért. Gorieran megkerülte a Vasas kapusát, és élesszögből bepasszolta a Ferencváros győzelmét bebiztosító gólt. Két olyan játékos lőtt ma gólt a Ferencvárosban, Lovrencsics Balázs és Gorieran, akik nem találtak be eddig. Most az urugvái állítja be, azt hiszem, a végeredményt. Itt Kamenár tudja, hogy csak abban bízhat, hogy Gorieran esetleg elcsúszik. De nem csúszik el.